A darts nagyon népszerű Magyarországon, a megyében is több egyesület működik. A Wizards SE szeptember 25-én rendezte meg az első Komárom Open versenyt 24 résztvevővel. A közösség egy baráti társaságból nőtte ki magát egyesületté. Nekünk heti 2 ligánk van. Tehát van egy keddi, amit most átratunk szerdára, emellett lesz egy pénteki, pontosan van is egy pénteki. Mindig 6 órakor kosztunk találkozni, fél hétkor elkezdődik a verseny, és ez általában ez a 2-3 órát szokott menni. Ma most open verseny van, tehát jóval több embert fogadunk, mint általában. Ez azt jelenti, hogy 2-kor elkezdődik a játék, és gyakorlatilag szerintem 6-fél hétkor fogják az utolsó kiszállókat dobni a játékosok. Ez nagyobb egy félnapos program lesz. Nekünk az a célunk, hogy egyrészt egy olyan utánpótlást, másrészt olyan közösséget alakítsunk ki, harmadrészt csapatot, akik mondjuk el tudnak akár indulni a másodosztályba. Mi januártól például a harmadosztályba fogunk kezdeni, és az a célunk, hogy feljussunk 1-2 év alatt a másodosztályban. Az utánpótlást azt úgy fogjuk csinálni, egy hónap múlva indul, hogy nekünk lesz gyakorlatilag csak egy olyan nap, amikor a 12 és 16 év közötti korosztályt fogjuk idehívni, és neki lesz igazából egy edzés. Mi egyesületi tagok fogunk igazából felváltva edzéseket tartani, neki lesz egy külön liga, és lényegében amellett, hogy játszani fogunk természetesen, elkezdjük fejleszteni mind a számolást, mind a dobálást. Türelem, nyugalom, monotonitás, tűrés, mentális erő és elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki jó darts játékos legyen. Egyébként testalkattól, nemtől, kortól függetlenül mindenki érhet el jó eredményeket. A komáromi darts élettel kapcsolatos információk a Wizards Sportegyesület Facebook oldalán találhatók.